Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 90. zsoltár első versét. Teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Neked hódolunk, mennyei atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által az emlékezésnek, a visszatekintésnek, de mindenek fölött a hálaadásnak a napján, megköszönve az előttünk járó nemzedékek hűségét, fáradtságát, és hálát adva azért a szabadságért, amelyben most kegyelmedből mi magunk és erőinket összegyűjthetjük, hogy új erőket véve menjünk tovább azon az úton, amely a mennyei hajlékokig vezet. Kérünk, mennyei atyán, küldd el szent lelkedet, ragyogtasd ránk igéd világosságát. Írd szívünkbe bizonságtételedet, szent szavadat, ígéreteidet, hogy álhatatosak és hűségesek legyünk. Álhatatosak minden próbatételben, és hűségesek mindenek fölött, ami Urunk Jézus Krisztusunkhoz, megváltónkhoz és üdvözítőnkhöz. Őt ragyogtasd föl számunkra, hadd részesedjünk ma is, megváltó, üdvözítő kegyelmében és áldásaiban, hadd újuljunk meg hitünkben, reménységünkben, és hadd kapjunk tőled erőket, a szeretet minden munkájához. Krisztusért, üdvözítőnkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom, Mózes 4. könyvéből olvasom, Mózes 4. könyvének első részéből, az első rész első két verséből, és a rész utolsó három verséből az igét és az igehirdetést a gyülekezet leülve hallgassa. Szólott pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hó elsején, az Egyiptom földjéről való kijövetelük után, a második esztendőben mondta: vegyétek számba Izrael fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háza népe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiú főről főre. Csak a lévi törzsét nevet számba, és azokat ne számlált Izrael fiai közé, hanem a lévitákat rendelt a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz, ők hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, hogy ők szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak. És amikor a hajléknak előbb el kell indulnia, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, aki odajárul, meghalljon. És tábort járjanak Izrael fiai, kiki az ő táborában, és kiki az ő zászlója alatt az ő seregeik szerint. De a léviták a bizonyság hajlékának járjanak tábor, hogy ne legyen harag Izrael fiainak gyülekezetében, és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának őrizetét. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, a mai napra rendelt Biblia olvasó kalauzt, ha valaki az Ószövetségi részt olvasta, lehet, hogy egy nagy sóhajtással kezdte, amilyen sóhajtással kezdjük Jézus Krisztus evangéliumát, mert hogy a pusztai vándorlása döntő pontján, két esztendővel az Egyiptomból való szabadulás után elindul Isten népe keresztül a pusztaságon, az ígéret földje felé, de ez a vonulás, ez nem csak úgy történik, majd erről fogok részletesen szólni, ahogy annak a földi értelemben egy honfoglalásra készülő nép esetében történnie kellene. Aztán, ha átlapozunk az evangéliumokhoz, akkor pedig Jézus Krisztus evangéliumának a kezdete, és olvassuk hosszan a nemzetség táblázatot. Neveket, 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 mint ahogy itt is, a 12 törzs rendje szerint minden férfit, 20 év felettit meg kellett számolni, zászlókat állítottak, kik a maga hadrendjébe, törzse, nemzetsége szerint,
szépen, jól megszervezett rendben. Tudjuk, Isten népe történetét dolgok, igen hamar elérkeztek az ígéret földjéhez, a Jordán határához, de megrettentek, mert hogy akik kikémlelték Kánaánt, és ugyan azt jelentették, és azt is hozták jelül, hogy teljel, mélyen, zel folyó föld, gazdag és áldott, de sok és nagy és hatalmas népek lakják, és ez a pusztaságban hadrendbe állt, 12 törzs megrettent, zúgolódni kezdenek, újra visszakívánkoztak Egyiptomba, jobb volt ott rabszolgának lenni, és jobb volt ott a rabszolgák kenyerét enni az egyiptomi húsos fazekaknál, és ezért még 40 esztendeig kellett a pusztaságban zarándokolni. Egy biblia tudós megjegyzi, hogy gondviselés is volt ebben, Isten gondviselése, mert hiába állt a 12 törzs hadi alakzatba, hiába készítették el a zászlókat, hiába volt mindenki besorozva saját családja, nemzetsége, törzse szerint, a félelmet, a gyávaságot, a restséget meg kellett tanulni, legyőzni akár egy nemzedéken keresztül. Bár nem bibliai mondás, de a régi latinok szép mondását ide vehetjük, hogy a gyáva ember először önmagának mond ellent. Már tudnodik, hogy indulni kellene. Aztán utána lebeszélje a többit is. Meg kellett tanulnia Isten népének mindezt. De nem akartam a gyülekezetet sem itt a nórai gyötrelmek közé vinni, hogy most felsoroljuk mind a 12 törzset családonként, ágazatonként, és megszámoljuk, hogy pontosan hányan is voltak, ezt leírja nekünk részletesen az is 4. könyvének első része. A végét olvastam föl, és már itt is vagyunk. A végét ennek a feljegyzésnek, ahogy Isten Mózesnek megparancsolja a nép számbavételét, azt olvassuk a végén, de a lévitákat ne számítsd közéjük. Kik azok a léviták? És hogy, hogy ők nem számítatnak oda a többiek közé? Kik ez a kivételes fajta, akiknek nincsen zászlója, nincsen harci sátor, nem lesz majd törzsi terület, mert majd tudni fogjuk később József könyvéből, hogy ők nem kapnak birtokot sem. Kik ezek, akik majd később is aféle jöttmentek lesznek, hogy ide, oda, amoda letelepednek, és beosztások szerint mennek majd a szent sátorba szolgálni, később majd megépül a templomokat, mert mennek rendre, a léviták rendje szerint a templomba szolgálni. Kivételezés ez? Vagy valami elkülönítés ez? Mind a kettőt emberileg szóló kedves testvérek lehet mérlegelni. Ha arra gondolunk, és ez van világosan a szemünk előtt, hogy a rabszolgaságból kiszabadult nép honfoglalásra készül újra elnyerni azt a földet, amit annak idején Ábrahám az ősatya a Mamré tölgyesében megvásárolt, akkor mondhatnánk, hogy hát a léviták, a babok, a csuhások, idézek még pártállamból egy-két ilyen, a klerikális reakció, hát azok senkik. Azokat Isten azért rakta félre, azért rakta félre, mert nem jók semmire. Ha csatába megyünk, akkor abból baj lesz. Mert ezek arra van az ellenség, arra kell menni, ezek meg visszafelé fognak jönni. Vagy rálépnek a palástyúk végére, mint a református lelkészek szoktak, főfelé a szószékre jövet, én is most ráléptem, majdnem hasra estem. Ezek nem jók semmire. Lehetne ezt így is. Vagy lehetne azt is mondani, hogy Isten elkülönít embereket származás szerint, rendszerint, a lévi gyökeréből, hogy a szent szolgálatot végezzék. És ezért nekik valami külön helyre, külön besorolásra, külön elbánásra van szükségük. De mégis miért nincsenek ők a többiek közé, oda számítva? Mert lehetne úgy is, hogy
legyen mind a 12 törzs mellé odarakva egy kicsi a lévi törzséből. Számítassanak oda, vagy valahol valamelyik testvér, József testvére valamelyik leágazásába. Vagy mégis ígérjék meg nekik, hogy majd a honfoglalás után lesz egy külön kis enklávé, lesz egy teokratikus köztársaság, lesz egy lévi törzse területe, ami semleges lesz, ott nem lesz háború, ott nem lesz villongás. Legyen a Szentföldön is egy kis, mondjuk így értsen mindenki jól, egy kis Svájc, a lévi törzsé, a papoké. És az mindenkinek jó lenne. Jó lenne a világnak is, mert biztosítatik a szent rend, meg jó lenne a papoknak is, mert úgy maguk között ott ellennének. De az derül ki a feljegyzésből, hogy ezt mondja az Úr, de a léviták az ő atyáiknak háznépe szerint ne számlálkossanak közéjük, ők az Istenhez számítatnak. Nem a többi közé, hanem kizárólag is Istenhez. Mondhatnánk, hát a többi is, nem? Isten népéről volt szó, szövetséget kötött velük, szövetségrendjében, majd jönni fognak a proféták, én népem, én nemzetségem, én szültelek benneteket, én hordoztalak benneteket, ez szól mindenkihez. Általában a szövetségrendje szerint, de ezen belül, és most hozzá kell, ezen fölül, Isten ezt a sajátos elkülönítést is megteszi, és szankciókat is fűz hozzá. Ha föl kell kerekedni, és el kell indulni, bontsák el a léviták a szent hajlékot, a szent sátra, és induljanak. Ők mennek elő. És ha meg kell állni, álljanak meg, és szereljék össze a szent sátra, mert ott több időt fog eltölteni Isten népe. A szent sátor pedig Isten lakóhelyének külső fizikai megjelenése, sátor, a régi zsidó misztikusok ezt így nevezték, Sekína, de még a jelenések könyvében is ezt olvassuk, kedves testvérek, hogy aláéleszkedik a mennyei Jeruzsálem, a szépen megépített város, még le is írja János apostol a látomásában, milyen hosszú, milyen mély, miből vannak az utcák, csupa fény, csupa kő, csupa erősség, és mégis azt mondja a jelenések könyve utolsó részében a látnok, Isten pedig együtt sátorozik az ő népével. Mert a sátorozás, ahogy ez a pusztai vándorlás során történt, az, hogy föl kell szedni a sátra, le kell verni a sátra, el kell bontani, és újra kell állítani, az nem az én sátram, az nem az én kis hajlékocskám, az nem az én társadalmi mobilitásom, hogy ma ezt a szociológusok mondják, hogy ide költözünk, oda megyünk, itt élünk, ott élünk, itt veszünk telket, oda tesszük az életünket. Ez az Isten velünk való történet kifejeződése. Ha Isten indul, mi is indulunk, ha Isten megáll, mi is megállunk. És nem mi mondjuk meg, hogy mikor induljunk. És nem mi tűzzük ki azt a helyet, ahol majd oda leverjük a magunk sátrát, és majd oda jön az Isten. És majd oda költözik az Isten. És majd kijelölünk neki a vásártéren egy kis helyecskét, mint a cirkuszosoknak gyerekkoromban. Mert vásár már nem nagyon volt, a cirkusz az azért három magunkért mégis tartottak egyet. Úgyhogy mi gyerekek cirkusztérnek hívtuk. És vártuk, hogy mikor rakják fel a sátrat. Így van a dolgunk, és tennek, kedves testvérek. Elrendezzük az életünket, megtervezzük, 12 törzset beosztjuk, nemzetség, zászlóra, hadrendre, neki, világnak, és hát majd, ha Isten hűséges akar lenni, előbb-utóbb hozzánk fagyalodik. Egészen ellenkezőleg és fordítva. És azért mondom, hogy itt vagyunk most Pócsmagyarán, nem csak itt vagyunk időben, hanem az ige szerint is, mert föl kell tennünk azt a kérdést, hogy miért építettek a pócsmagyariak ennek a templomnak tornyot? Tudjuk a történetet, a türelmi rendelet idején színetúr, torony nélkül lehetett templomokat
építeni a felvilágosodás korabeli uralkodók, második József, meg a francia királyok és a hugenottáknak megengedték, hogy torony nélküli, nem a főutcán, sosem a főutcán, mellékutcába, kertek hátuljába, torony nélkül építettek maguknak imádkozó helyet. Meg is épült. Tudjuk, hogy a türelmi rendelet után 400 templom épül az akkori Magyarország területén, de ez leginkább a török hódoltság vidékét jelenti, mert Erdélyben megvoltak a templomok, felvidéken megvoltak a templomok, csak itt a Duna két oldalán, ahol minden elpusztult, minden megsemmisült, ahol Mária Terézia azt a gyakorlatot követte, hogyha a reformátusok akartak templomot építeni, előbb kellett nekik egyet a katolikusoknak, sok református településen ezt meg is tették, úgyhogy néhány helyen szoktam a plébánost emlékeztetni arra, hogy ezt is reformátusok építették, ő is tudja, mosolyog is, de a reformátusok torony nélkül. Aztán, amikor eljött az ideje itt, 1818-ban az én szülőfalumban, nem voltak olyan lehetőségek, mint a Pócs-megyeré, 1832-ben megépült a torony. Miért? Mert a 18.-19. század emberének a közfelfogása szerint toronnyal együtt templom a templom. Erre lehetne azt mondani, hogy e fölött elment az idő. Most már lehet modern templomokat építeni, Le Corbusier stílusában. Lapított gyufás doboz, henger, bármi különleges formák, kehely, rózsa, tündérvilág, mindent lehet építeni, de így alakult a történelmünkben, hogy torony nélkül nem templom, templom. Még olyan helyeken is, ahol a két világháború között építettek már a modernitás egyébbe templomokat, egy kis torony imitációt mégis hozzáépítettek. Egy kis csengettyűt mégis beleraktak. Egy kis harangocskának mégis kellett lennie, mert a Szent Sátor valahogy kinéz. Az nem cserkész sátor. Az nem citromsárga turista sátor. Az nem valami, bocsánat, nem ezből összetákolt, konfoglaló alkalmatosság. A szent hely toronya. De túl ezen a régiek indítatásában legyen torony. És nem azért, mert a szomszéd faluban is van torony, hogy aztán Petőfi Sándor megírhassa az Ürgeöntési versében, hogy mit nézni ment ki szomszéd falu tornyán, de hisz olyat eleget lát. Vagy hogy a Nagy Alföldön lássuk, hogy milyen messze van Ceglét, Nagykörös-től, Nagykörös Kecskeméttől, Kecskemét Halastól. Vagy hogy itt a Duna túloldalán lássák, hogy itt bent is vannak emberek, civilizálnak, tudnak építeni. Nem azért. Éppen a torony, éppen ez a különleges alkalmatosság együtt a templom korpuszával jelzi, ez a léviták helye. Ez szent hely. Ez az Isten sátorozó helye. És ha indulni akarsz, akkor előbb meg kell tudakolnod a mennyei atyádat. És ha meg akarsz állni, meg kell tudnod a mennyei atyától, hogy ő így meg fog állni. És ezt lehet egészen konkrétan, fizikailag is, életünkre is lehet az életidőnkre, lehet az eltervezéseinkre, lehet az egyház életre, nagy terveire, nagy indulásaira, lehet a népek nagy terveire és nagy indulásaira is érteni. Egy szóval nem tartoznak senkihez, éppen ezért tartoznak mindenkihez. Nem egy a 12 vagy a 13 között, úgy oda vannak sorolva. Nem úgy osztoznak a világon, hogy milyen jó, hogy a mennyei atya őket nem számította oda, mert akkor csak 12 részre kell osztani a porciót, a 13 nem is tudjuk rendesen elosztani. Ők nem tartoznak egyikhez sem,
ők föléjük tartoznak. A legszentebb értelemben. Ők a közbenjárók, ők az áldozat bemutatók, ők azok, akik Istenhez bemennek a szentek szentjébe, és este kellnek. Közülük való a főpap, aki évente bemegy a szentek szentjébe, és bemutatja a népért való nagy áldozatot, és bemutatja önmagáért is a nagy áldozatot. Ők Jézus Krisztus előképe. Akiről a zsidókhoz írt levél azt mondja, főpap örökké, és önmagán mutatta be az egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen áldozatot. Ő az, aki bement a szentek szentjébe, és bemutatta noha büntelen, noha tiszta, noha ártatlan, noha örök főpap, noha a Melkisédek rendje szerint pap, a beszerető örök főpap, az egész népért és értünk is. Ez a rend itt, ott a pusztában, ott az elinduláskor, ott útban a igazi hajlék felé, a hon felé, amit Isten megígért, és amelyre vezette csodálatosan az ő népét, ebben a rendben, mint egy jelenlő, ez ábrázoltatik ki. Itt hát a torony, mert a torony fölfelé mutat. És fölfelé kell igyekezni, ha tudni akarjuk az isteni titkot. Miért torony? Azért, mert toronnyal templom. Toronnyal sátor, a szent sátor. Toronnyal Isten háza, az Isten háza. Erről az épületről, itt Pócsmederen mindenki tudja, hogy ez a templom. Ha Európát járjuk, és egy ilyen épületet látunk, akkor tudni véljük, hogy templom. Néha már én ugye Magyarországon megrökönödöm, amikor ide-oda megyek, és látom gazdag emberek házát, és tornyocska van rárakva. Egyszer meg is értettem valakit, megálltam a ház előtt, és megkérdeztem, hogy melyik felekezetnek a felkent főpapja. Halálra sértődött. Most ezt miért mondja maga? Itt van ez a nagy ház, maga itt egy torony. Hát volt pénzem, azt építettem. Annyira belép van rögzülve, annyira hozzánk tartozik, annyira a tudatunk része, és ez jól is van így. Adjon a kárát Istennek a Pócsmegyeriek, hogy 200 évvel ezelőtt az elődök nem mondták azt, hogy beérjük. Nem kell nekünk torony. Fordítsuk hasznosabb célunk szerint. Kell. Mert ott volt a szívünkben ez a régi kép a lévitákról, és ott volt a szívünkben a Jézus Krisztus bizonysága, és ott volt a szívünkben a Jézus Krisztus ígérete, hogy mi, mai Isten népe, mi zarándokoló nép vagyunk, és amíg vagyunk, a világban addig zarándokolunk a mennyei hajlékok felé. Mert erre hívott el bennünket a Úrunk Jézus Krisztusunk. Ha majd olvassuk Mózes 4. könyvét, meg olvassuk Mózes 5. könyvét, meg olvassuk tovább a Józsué könyvét, meg olvassuk majd még esetleg a Mírák könyvét, azt fogjuk látni, hogy nem egy év volt a honfoglalás. Voltak vereségek, voltak megszakadások, voltak kudarcok. De a sátor soha nem veszett el. Lehet, hogy Isten népe nem jutott el. Lehet, hogy gyávaságból meg kellett futamodnia. Lehet, hogy büntetésből még a pusztában zarándokolnia kellett. Mindig a sátor ment előre. Vagy hadd fordítsam meg. Mindig úgy és oda kellett menni, ahova Isten vezette az ő népét. Most 2018-ban a 200 éves évfordulón azt mondhatjuk, hogy egyházunk és benne a Pócsmegyeri gyülekezet éppen csak fölszedelőcködött néhány évtizednyi álló helyzet után, hogy újra elinduljon a mennyei hajlékok felé. Annak minden vonatkozásával együtt. Tám még nincs is meg mind a 12 zászló. Tám meg se számoltuk törzseinket. Nem is tudjuk, hogy hányan vagyunk, hol vagyunk, kik vagyunk. Most kezdődik az egybegyűjtetés nagy munkája. És nem tudjuk, meddig fog tartani.
mert az idők a proféciák szerint a mennyei atyatitkába vannak letéve. De a hajlék, de a sárkány, de az Isten velünk lakozása, de a Jézus Krisztus ígérete, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig, az velünk van. És ha így élünk, így tervezünk, így haladunk előre, így állunk meg, reggelünk és estén az Isten dicsőítésével teli, tanácsának, vezetésének, megkérésével, a Jézus Krisztusnak való szüntelen engedelmességgel, akkor boldog bizonyosságok lehet a velünk lakozásról és Isten áldó jelenlétéről. Mire való voltak a lévitek annak idején? Hogy odaálljanak Isten elé, és oda vigyék az egész népet. Mire való a papság? Hogy odaálljon Isten elé, és oda vigyék az egész népet. Mondhatnám így is, értse mindenki jól nekem. Egyszer segédelkész koromban azt mondta egy atyafi, nagyon szerettem volna megtéríteni lelkes evangélista módjára, Isten azt mondta, hogy imádkozz, hogy csak tiszteletes úr, az a papok dolga. Igen. Igen. Hát hogy? Meg a többiek is, természetesen. Meg a többiek is. Azért van ez a különös szerzet, hogy hirdesse az élő Isten igényét. Hogy utat mutasson, hogy tanácsoljon, hogy eljutasson mindannyiunkat oda, és most kijavítom az előbbi mondatomat, szándékosan mondtam rosszul, mert így mondtam, hogy hát a terveink is, ahhoz is kell az Isten jelenléte, áldása, segítsége. Rosszul mondtam, hogy egyáltalán legyen tervünk. Eszünkbe jusson valami, aminek érdemes eszünkbe jutni. Eltervezhessünk valami, amit érdemes tervnek nevezni. Hogy legyen jövőképünk, de sokat mondjuk ezt. Hát, hogy legyen jövőtudatunk egyáltalán. Hogy legyen sejtelmünk arról, hogy lesz egy holnapi nap. Mindenhez csak Isten áldó jelenlétében férhetünk hozzá. Ütöd maga, Isten, mit legyen terved, Isten ragyogtatja fel a jövőt, mert ő maga a jövendő, Isten ad bátorságot, megfogalmazzuk a dolgainkat, és ezen a zarándok úton, amire visszatekintve majd azt fogjuk mondani, hogy ezen a szent úton, ami az örök hajlékunkat vezetett, megmaradjunk és ne tévedjünk el. A régi pusztában Isten az ő népét tűzoszlopval és felhőnek oszlopával vezette, mert a pusztában, ha az lapos-lapos, ha a dombos-dombos, a hegyes-hegyes, hamar eltéved a szem határon, mert nincsen semmi. A puszta, az mindegyre ugyanaz, nincs mihez viszonyítani. Templom nélkül, torony nélkül, puszta a világunk. Sok szép ház lehet, sok gyönyörű épület, magasabban, már mint a templom. Hol van már a kölni dom, Európa rekorder magassága, akár csak egy budapesti bank épületének a magassága. Rakéta kilövőkkel van, teleépítve a világegyetem, és mégis eltévedünk. És mégis puszta marad a puszta, ha nem vezet bennünket egy szent jel. Ez a torony a tűznek oszlopa, ez a torony a felhőnek oszlopa, mely éjjel és nappal mutatja számunkra az igazi utat. Isten áldja meg a pócsmegyeréket, akik erre a mai napra meg sok szép emléket is összegyűjtöttek. Abból az időből, amikor iskolájuk volt, meg amikor a templomtoronyba óra mutatta az időt, meg vannak a régi szerkezetek, a régi könyvek, a régi feljegyzések, a régi táblák, a régi emlékek, a régi nép, akik járták az a rándok utat. És mindez csak egyet kérdez tőlünk, hogy mi is az ő útjukon járunk el. Nem ők a miénken, hanem mi az ő vékeny.
Adja meg Isten szent lelket mindannyiunk számára a Jézus Krisztus üdvözítő bizonyságában ezt a boldog látást, látni a mennyei élet, kérni és várni Isten mozdulását, szavát, elkötelezését, erejét és áldását minden napon a világ végezetéig. Amen. Gyertek testvérek! Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ebben a csodálatos világban, amelyben egyedül csak az ember nem tud lázadása, ellenszegülése, hitetlensége miatt szépen és csodálatosan élni, ebben a csodálatos világban adsz nekünk szent jeleket, hogy mi hozzá találjuk, hogy a jeleknek engedelmeskedve, mint általad vezetett emberek az igaz úton járhassunk, azok felé, az ígéretek felé közeledve, amelyeket te szereztél és ígértél a tiédnek. Köszönjük ezt a gyülekezetet, megtartatását, az itt kapott áldásokat nemzedékek hosszú során keresztül. És köszönjük az ígéretet is, mennyei atyám, hogy ez a történet folytatódni fog. Bennünk is, közöttük is, gyermekeinkben, unokáinkban, és az utánuk következő nemzedékekben, mint addig, amíg szent akaratodból alá nem ereszkedik a jól megépített város, hogy te magad sátorozz velünk örökké tartó módon. Áld meg a hajlékot, ezt az épületet, ennek köveit, ennek valóságát őrizd és tarts meg gondviselő szeretetedben. Áld meg, akik e hajlékban eléd járulnak, háladásban, alázatos bűnvallásban, kegyelmed, igazságod és szereteted esdeklő megkérésében, de mindenek fölött azért, hogy igéddel vezesd és tanácsold őket. Áld meg mindannyiukat szent élettel, igaz örömmel, szeretetednek teljességével. És minket is, mennyei atyánk, akik ma együtt örvendezünk ezzel a gyülekezettel. Itt ennek a településnek, az egész egyházmegyének, az országnak, és a határon túlról érkezett testvérgyülekezeteknek és képviselőiknek a közösségében. Mindannyiunkat kérünk, mennyei atyánk, igéd elkötelező, szent életre elpecsételő hatalmával áldj meg. Add, hogy az áldott magvetés legyen életünkben, hogy megteremessük bőséggel gyümölcsét, neved dicsőségére, embertársaink javára. Krisztusért, ami hűséges kezesünkért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mondjuk el, kedves testvérek, közösségünk, Urunk Jézusunk, imádság. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, foglaljatok helyet, és énekeljük Isten dicsőítve 395. dicséretünk első és második versét, 395. dicséret első.
köszönjük meg dr. Szabó István püspök úrnak az igehirdetői szolgálatot. Pós megye Leányfalui Társegyházközség úgy érzi, hogy kivételezett figyelemben és szeretetben van része. Püspök úr szolgált ideje óta harmadszor jár itt és hirdeti Isten igéjét. Köszönjük a mai szolgálatot, az Ószövetségi nap végét, ahogyan rávilágított arra, hogy itt való eleink miért építették a tornyot. Isten gazdag áldását kívánjuk az ő életére, az ő egyházkormányzói munkásságára és gyülekezetére, családjára. Kívánjuk azt, hogy sok-sok öröme legyen ebben a hatalmas, számunkra alig fölmérhető szolgálatban. Nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy főtiszteletű püspök úr mellett itt van az Északpesti Egyházmegye elnöksége. Szeretettel, tisztelettel köszöntjük Milan Zoltán esperes urat és dr. Pétót Zoltán egyházmegyei gondnok urat. Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntjük az Északpesti Egyházmegye jelenlévő lelkipásztorait, mindenkit, aki az egyházmegye gyülekezeteiből érkezett. Tisztelettel köszöntöm Németh Miklós polgármester urat, Pós megye polgármesterét és Rosszman János polgármester urat, Leányfalu polgármesterét. Nagy tisztelettel testvér gyülekezeteink lelkipásztorait és jelenlévő képviselőit. Nagy tiszteletű Kassai Gyula esperes urat, a Barsi egyházmegye esperesét, kedves feleségét, nagy tiszteletű asszonyt, a Lévai Református Egyházközség lelkipásztorát, nagy tiszteletű Orbán Sándor lelkipásztor testvérünket, a Bene Csetfalva Sárosoroszi Társegyházközség lelkipásztorát kedves feleségével együtt, nagy tiszteletű Jakab Mihály Gyula lelkipásztort Bánfűnyadról, nagy tiszteletű Lőrinc Konrád lelkipásztort Felenyedről. Tisztelettel köszöntöm Fogorasi Zsuzsát, a Rádai Múzeum igazgatóját, aki a kiállításunkat fogja majd megnyitni. És végül szeretném nagy tisztelettel és részvéttel köszönteni Angyal Júlia festőművészt, Hamerli György építészmérnök feleségét. Tőle kaptam a hírtelefonban, hogy néhány nappal ezelőtt szólítatott haza a mennyei hazába Hamerli György építészmérnök úr. Ő tervezte a Leányfalui templomunkat, ő volt az építkezésnek az irányítója, a műszaki ellenőr, és ugyanígy ő volt az irányítója, ellenőre a Pósmegyeri Református templom újjáépítésének is. Isten különös jelének tekintjük azt, hogy a hosszú betegség után pont ezekben a napokban szólította haza, legyen Isteni a dicsőség az ő egész élete munkájáért. Most tisztelettel fölkérem Milan Zoltán esperes urat, hogy köszöntse az emlékező gyülekezetet. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! Több mint 25 évvel ezelőtt napi imádságommá vált az ige. Áldjad én lelkem az Urat, és egész belsőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. A 103. Zsoltárban a kegyelmes Istenről olvasunk, róla hallunk. Egy olyan Isten arc bontakozik ki előttünk, aki emberöltőkön túl is megmutatja szeretetét, irgalmát, és ott van a mindennapok örömében és bánatában. Olyan Isten, aki programot, tartást, tartalmat ad az ember életének, mindennapjának. Hallottuk, hogy a napi igényben, az Ószövetségi igében az Úristen számadásra hívja az övéit. És a magyarázó pedig így foglalja össze mindezt.
a mindent és mindenkit számon tartó Isten vállalja a választottai való kapcsolatot, és arra indítja népét, hogy maga is vegye számba, amit kapott, és így rendezze sorait. Észlelve, megjegyezve és felírva lehet szem előtt tartani Isten gazdag szeretetét és az ő munkáját. Ez tükröződik vissza egy-egy személy életében, egy család életében és egy gyülekezet életében is. És amikor megbecsülve összegezzük a mindenható áldásait, boldogan tapasztalhatjuk, hogy az ő kegyelmes akarata kész átjárni az ő egész népét. Nem véletlen, hogy emeritus professzorunktól így hallottuk sokszor, az emlékezés és emlékeztetés a Szentírás legfontosabb szavai közé tartoznak. Itt a szigeten pedig különösen is fontos a sziget monostoriak kincse, az emlékezet könyve. Íme így válik egyé a napíge és a szüket környezet, a felolvasott zsoltár, el ne feledd, mennyi jót tett veled. A feledékenység ugyanis nem elsősorban az idős embereknek a betegsége, hanem a hálátlanoké. Mert a hálátlanság hitehagyásba torkollik. Így olvassuk Pocsmagyer története és néprajza című könyvben, hogy 1818. áprilisában lerakták a fundamentumot. Az igehirdetésből pedig hallottuk, hogy a léviták bizonysága a hajlék körül való táborozás. És egy másik könyv a Szentírásból, vagy könyvek, amelyek éppen erről szólnak, Esdrás és Nehémiás könyve arról szól, azt fogalmazza meg, hogy az istentisztelet, a templom felszentelése, vagy éppen a falaknak az építése olyanná teszi Isten népét, amilyennek Isten akarata szerint kell lennie. Olyan gyülekezetté, amely buzgón a templom köré sereglik, a biztonságos falak mögött az isteni törvény megcselekvésére pedig odaszánja magát, és belsőleg elszakad mindentől, ami Istentől idegen. A templom arra figyelmezteti az egykoriakat és a maiakat, hogy minden ezen a világon Isten akaratának és tetteinek következménye. Ővé minden hatalom kezdettől fogva, ő az Istenek Istene, a mindenség Ura. Így írtátok ti az előbb említett könyvben, visszaemlékezve a templom körüli munkákra, erő feletti út volt ez, melynek gyümölcsét érezzük ma is, itt és most, Amában. Én nem tudom, hogy az asszonyok ma vásároltak-e görög és sárga dinnyét, kacsát és szalonnát, nyulat és két butella savanyú vizet. A régiek így tették, amikor ünnepeltek. De azt tudjuk, látjuk, hogy készültetek ünnepre itt a mában hálát adni az Istennek. Mert nem csak a múltunkról szól a templom, hanem a jelenünkről is. Az Istennel és az emberrel való közösségről is. Ölelésről, készfogásról, gyermekeinket Istennek való felajánlásról, ima meghallgatásról, emberi elakadások gyógyulásáról, barátságokról, és talán peres ügyeknek megbéküléséről is. Most is, itt is, ebben a templomban. Azaz Isten és a mi életünk a mában is összeforhat, hiszen Jézusban jelen van minden örömben és minden nehézségben. Úgy a munkahelyen, mint a családvilágában, úgy a hobbiban, vagy éppen az Isten tiszteletben. És végül
Erről is hallottunk. Az irgalmas Isten, aki felé fordulunk és hálát adunk, egyben a jövőről is szól, reménységre és bizalomra is hív bennünket, mert hiszem, hogy a múlt és ez a mai nap is erőfeletti út volt, de kívánom, hogy ennek gyümölcsét érezzék utódaitok is. Így legyen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Esperes úr szavait, igazán felemeltek és segítettek bennünket, hogy ünneppé váljon ez a nap. Isten gazdag áldását kérjük az ő szolgálatára, a Pomász Csobánkai Társegyházközségre, kedves családjára. Köszönjük, hogy itt van. Most tisztelettel fölkérem a testvérgyülekezetek lelkipásztorait, hogy egy-egy igével áldják meg az ünnep. Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szereztél, és amelyet megváltottál. És a te örökséged részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. Amen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szerint lehetőségetek ismert legyen az Úr közel. Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőségednek helyét. Amen. Visszahozom őket erre a helyre, letelepítem és biztonságban lesznek. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Örömmel teszek jót velük, teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen elültetem őket ebbe a földbe. Ámen. Köszönjük szépen. Tisztelettel felkérem Kajos Lászlót, Pósmegyeri Egyházközség gondnokát, hogy olvassa fel a Pósmegyer leányfalui Református Társegyházközség összevont presbiteri gyűlésének határozatát. Ezen esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. 90. Zsoltár, 4. verse. Isten kegyelméből a türelmi rendelet kihirdetése után 1788-ban vált lehetővé itt való elődeink számára, hogy a régi, szűkösnek bizonyuló Istenháza helyén új templomot építsenek. 30 évvel később, 1818-ban a gyülekezet újbóli erőfeszítésével megépült a torony. Templomunk ekkor nyeri el máig meglévő arculatát. A 200. és a 230. évfordulón nagy okunk van a hálaadásra az épületért, és magáért a helyért, ahol évszázadok óta hívják segítségül Isten nevét. Itt való őseinkre emlékezünk, akik Isten ígéjében keresték a megmaradást, és Szent Lelkének segítségül hívásával találták meg azt. Áldott életű lelkipásztorokra gondolunk, akik sok áldozatot hozva szolgálták a rájött időt nyárat. A gyülekezetnek mindig volt gondja templomára. Apjait, tanítóit megbecsülte, évszázadokon át iskolát tartott fent. A múltra való emlékezés mellett fontos,
hogy megragadjuk a pillanatot, és kérjük Isten folyamatos jelenlétét gyülekezeteinkben. Hálával gondolunk arra, hogy immár a lánykori gyülekezet saját templomában dicséri Isten. Minden azonban nem jár lelki kötelékeink gazdulásával, a két gyülekezet kölcsönösen erősíti egymást. Reményünket fejezzük ki, hogy a toronyóra indulása új kezdetet jelent a gyülekezetben. Mindenki áldozatát, anyagi támogatását hálás szívvel köszönjük meg. Legyen minden év egyedül Isteni a dicsőség. Köszönjük szépen. Most kérem, hogy fennállva énekeljük a 395. dicséret harmadik versét. Hogyan és mint lett falud népe a reformáció híve. Nincsenek rá pontos adatok. A falu 1545-ben már török kézen volt a budai pasa birtoka. 1564-ben 46 ház után adózott. Hallhatták-e akkor az átélők az evangéliumot? Bizonyára. A szigetmonostorja nagy kincse az emlékezet könyve. Abban följegyezték, hogy gyártott dévai bíró Mátyás reformátor is. Az első magvetők neve ismeretlen, de a magvetés megmaradt. Marussi János az első lelkipásztor, akiről feljegyzésük van. 1626-ban Pócs megyéről ment Ráckevére a szuperintendest választó gyűlésre. Első tárgyi emlékünk az 1635-ből való kehely, és a Nemzeti Múzeum jóvoltából ma bemutatásra kerülő kenyérosztó tányér. 1719-ben Pesti Egyházmegye Liber Matriculariszában Pócs megye virágzó egyházközségként említett. Itt olvasunk először a gyülekezet által fenntartott iskoláról. Az anyakönyvek 1744 óta folyamatosan megvannak. 1770-ben Vármegye nehezen kiárt külön engedelmével felújítják a tornyot és a templomot. A türelmi rendelet kihirdetését követően 1788-ban Sárkány József prédikátorsága idejében épült meg a gyülekezet ma is használatos temploma. Az újnak építésével a régi egészen lerontatott és nem maradott belőle semmi. Csak egy része a toronynak, most is napnyugati falának egy darabja. Várcai Sámuel 1795-től 1842-ig volt itt lelkész. Folytatja elődje munkáját, sorra került a parókia és az iskola építés.
1817-ben megindult az adakozás a templom megjobbítására. A 30 évvel előtt épült imádságháza kicsinek bizonyult. 1818-ban a templom építéséről külön számadást vezettek. 1819. augusztus 22-én Bátori Gábor püspök vizitációja alkalmából volt megnagyobbított templom felszentelése. Az 1838-as árvíz nagy pusztítást végzett. A templomon és a paplakon kívül már 5 ház maradt. Kontrajános lelkész részletes feljegyzést készített a késő maradék számára az 1848-49. Évi forradalmiből. A helyiek példamutató buzgóságot tanulmányozott a szükségben lévő hazavirányt. Szászi István 1861-től 1907-ig volt itt lelkész. Az ő idejében 1864-ben takarékmagtár létesült. Évtizedenként feljegyezte a lakossági lélekszámát. Az 1870-es években nagyot fogyott. Ennek okait az 1893. évi püspöki vizitációra készített jelentésében, filoxéra és a gyakori áhviszek pusztításában jelölte meg. 1894-ben készült a templom orgonája. A szombathelyi Pepper Nádor és fia építette. 1911-től 51-ig Örönkő Ferenc a gyülekezet lelki pásztor. 1928-ban új rektori lakás épült. Kibővült az iskola. Dr. Ravasz László püspök vizitációra alkalmából került a jegyzőkönyvbe. Bócs megye a sokra hivatott egyháznak képét mutatja. 1939-ben presbitérium meghatározza a templom felújítását. Az adakozók között találjuk Vámosi Zoltán, Ravasz László és Móricz Zsigmond nevét is. Borsák Sándor 1952-től 1987-ig volt Pócs megyeren lelkipásztor. Nehéz történelmi időkben viselt szolgálatával nemzedékek számára országos példát mutatott. 1968-ban gyülekezeti adakozásból megújult a templom. 1970-ben társegyház községé vált a Leányfalui gyülekezet. 1988-ban került Pócs megyére Németh Tamás lelkipásztor. Szolgálati idejére esik rendszerváltási időszaka. 1990-ben a Leányfalui presbitérium saját templom építéséről hozott határozatot. A munkálatok 1994-ben kezdődtek. A templom szentelő Isten tiszteletre 2002-ben került sor. 2000 és 2003 között megtörténik a Pócs megyei templom teljes újjáépítése. Gyülekezeteink Isten vezetését kérve keresik útjukat, küldetésüket. Gyorsan változó világunkban. Köszönjük szépen! Nagyon rövid összefoglaló után most nagy tisztelettel felkérem Tabajdi Zsuzsa történészt, a Borsák Sándor Alapítvány kurátorát, hogy egy kicsit bővebben mesélje nekünk azt a korszakot, amikor a templom épült. Kedves ünneplő gyülekezet! Fontos dolog, hogy ünnepi pillanatainkban megálljunk, és alaposabban is szemügyre vegyük az ünneplésünknek a tárgyát. Fontos, hogy elgondolkodjunk múltunknak a máig kézzelfogható eredményekkel bíró eseményein, hogy kiszakadva a saját világunkból megpróbáljuk magunkat beleképzelni elődeink helyzetében, hogy a fennmaradt forrásaink olvasása által kísérletet tegyünk arra, hogy az akkor éltek életében milyen szerepe, helye volt egy-egy eseménynek, jelen esetben a pócsmegyeri templom és torony építésnek. Röviden most erre teszek kísérletet, és arra invitálom Önöket, hogy együtt szakadjunk ki most a saját világunkban is képzeljük bele magunkat a múltba.
Magyarország és ebben a szigeti Pócs megye erősödése, helyreállása a 18. század során lassú építkezéssel ugyan, de biztosan haladt. A 19. század elejére már egy közel 1000 fős falu volt Pócs megye, kialakult a körülményekhez, a Duna közelségéhez alkalmazkodó, azokat kihasználó, biztos gazdálkodási rendszere, ami lehetővé tette az épületeknek az újjáépítését is. Most már ezt többször hallottuk, hogy 230 éve, 1788-ban új templomot építettek a Pócs megyeren, aminek az örvénye miatt akkor még nem volt tornya. 30 évvel később, 1818-ban a templom átalakításához, megnagyobbításához fogtak, ezzel együtt a tornyot, ezt a ma látható tornyot is felépítették. Az akkori lelkész Barcai Sámuel volt. Ő Zemplén megyéből származott, iskoláit a Sárospataki Református Kollégiumban végezte, tanulmányai után pedig Kecskeméten volt a püspök mellett káplán. A pócsmegyeriek innen Kecskemétről hívták őt el, ide a faluba 1795-ben lelkésznek. Hosszú ideig szolgált itt, 48 évig volt a faluban. Azt írják róla a forrásaink, hogy fáradhatatlan szorgalommal, apostoli hűséggel végezte feladatát. Idáig nem volt még nála hosszabb ideig itt szolgáló lelkész. Nem csak a templom és a torony építés, hanem az iskola és a parókia építés is Barcai Sámuel nevéhez fűződik. Igen, szép kort ért meg, ami abban a korszakban ritka volt, 78 éves korában halt meg, 1842-ben. Minden bizonnyal egy elszánt, hűséges, nagy terveit megvalósító ember lehetett, aki lelki erőit soha el nem veszítette. Ezt írja halálakor az őt követő lelkész. Erre a nagy lelki erőre az 1818-ban kezdődő templom és toronyépítés alkalmából is igencsak szüksége volt. Ahogy az iratokból látszik, ezen az építkezésen maga a lelkész egy személyben volt megrendelő, építésvezető, anyagbeszerző, a mesterek ebédjét intéző ember, és még sorolhatnánk tovább. Csupa olyan dolog, amire a Sárospataki Kollégiumban bizonyára nem készítették őt. De lássuk, hogy a saját feljegyzése, a számadási napló jegyzőkönyv szerint hogyan zajlott az építkezés. A munkákat egy felméréssel 1818. februárjában kezdték el. Az új templom alapját áprilisban tették le. A nagy építkezéshez összesen 32 ezer téglát használtak fel. A Duna mentéről nagyon sok helyről érkeztek az építőanyagok. Mész Komázról, Szeged, Léce, Kvácról, Kő, Visegrádról, Ablakrámák, Szentendréről, Deszkák, Budáról. Sokféle mester is megfordult a faluban. Kőfaragók, kőművesek, asztalosok, ácsok, fémművesek, lakatosok, vájútvetők. Bizonyára munkában volt az egész falu is. A torony építésének megkezdése valószínűleg szeptemberben, tehát a toronyot valószínűleg szeptemberben kezdték el építeni, amikor is, írja Barcai, a toronyhoz való fát hazaszállítatta. Láthatjuk, hogy az ő kezében futottak össze a szálak. Tárgyalt a mesterekkel, ebédeltette őket, alkalmanként ajándékokat küldetett nekik, kutatott a különféle anyagok után. Például 1819. áprilisában ezt írja, Vácon cserépzsindeit kerestem. Elképzeljük, amint a lelkész úr kereskedi a cserépzsindeit, melyik lesz alkalmas a templom és a torony tetejére. A hibás anyagokat visszavitette, visszaszállította. Feltehetően voltak nyilván segédei, de ez akkor is hatalmas szervezési feladat lehetett a számára. A télbe általában 1818. novemberétől 1919. áprilisáig szüneteltek a munkát, 1819. májusában hozták meg a toronyhoz való köveket. A nyár folyamán szerezték be Pestről a harangokat, augusztus végén pedig a harangigazítók is megyeren jártak. Két harang került akkor a toronyba, és amint ezt már szintén hallottunk, 1819. augusztus 22-én tartották a felszentelési ünnepi istentiszteletet. A másfél évig tartó építkezés összköltsége 15.672 forint volt, hogy érzékelni tudjuk ennek a nagyságát, a gyülekezet éves kiadása az építkezést megelőző és az építkezést követő években
300 és 800 forint között mozgott, egy egész éves kiadás is. Most ehhez a nagy építkezéshez több mint 15 ezer forintot használtak fel. Mindezt a pénzt adományokból és a gyülekezet a saját erejéből teremtette elő. Most, hogy megismertük röviden ezeket a részleteket, hagyjuk el gondolatban a múltat, a deszkaszegelés hangját és a vályokordás sarát, és tekintsünk majd föl kimenetelre a szép toronyra. Különösen a kapu feletti feliratot ajánlom megfontolásra, amely latin nyelven van ugyan, ide így hangzik magyarul. Adományokból és a gyülekezet ismételt erőfeszítéséből, imádsággal és hódolattal épül Isten oltára. Azt kívánom a gyülekezet számára, hogy legyenek büszkék erre a szép 19. század elejé templomra és toronyra, értékeik még jobban elődeik munkáját, és ebből erőt merítve lehessenek még elszántabbak a gyülekezet és Isten szolgálatában. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Tabaj Dizsának ezt a valóban nagy élményt jelentő beszámolót, visszacsöppentünk kicsit az időben, de én most a múlt után szeretnék egy kicsit előre mutatni. Az elmúlt héten készült el és került helyére a torony új órája, amely ismételten mutatja a helybélieknek az időt. Az a szándékunk, mint az a határozatban is ez hallható volt, hogy ez az újraindulás jelentsen egy új kezdetet a gyülekezetben, ezzel a reménységgel és ezzel az imádsággal fordulunk Istenhez. Kedves jelenlévőket most nagy tisztelettel meghívjuk a gyülekezet történeti kiállítás megnyitójára, ami a templom mellett a régi iskola udvarán lesz, és a megnyitó beszédet Fogorasi Zsuzsa igazgatóasszony tartja majd. Szeretném azt jelezni, hogy 10 perc múlva kezdődik majd a megnyitó beszéd, miután elhagytuk a templomot. Ezt követően egy nagyszabású fogadásra hívjuk a testvéreket. Szeretnénk ma is az együttlétenkkel ilyen módon ünnepelni. Ennek helyszíne a második ház, úgynevezett Horváth Kollár ház, ahova nagy szeretettel várjuk a testvéreket, ugyanígy a gyülekezeti teremben is. Szeretném azt javasolni, hogy a megnyitó után, aki éppen már nem fér be a kiállítás helyszínére, a régi iskolai tantermekbe, az azonnal vegye a fáradtságot és induljon el a fogadás helyszínére, aztán ha majd jól lakott, akkor tekintse meg a kiállítást. És most szeretném egy dagozást is az Úr Jézus szavaira emlékeztetve, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Zárásul fennállva énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Ezt követően kérjük Szabó István püspököttől az áldást, majd azt kérném a jelenlévőktől, hogy először engedjék a kalástos szolgákat, hogy ők hagyják el a templomot.
Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg tégedet az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajta. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon te néked békességet.